A székesfehérvári törvényszéken 84 bíró és 244 igazságügyi alkalmazott dolgozik. Mint azt a törvényszék elnöke mondja, az a cél, hogy a független bírák magas szakmai színvonalon időszerűen és megalapozottan ítélkezzenek, ami itt a törvényszéken, ahogy a számok is mutatják, megvalósult 2023-ban is. A befejezések száma 1,5%-kal haladta meg az érkezések számát, vagyis a törvényszék és a hozzátartozó járásbíróságok bírái többet fejeztek be, mint amennyi ügy érkezett a törvényszékre. Ezzel csökkenni tudott a folyamatban lévő ügyeink száma is 8,8%-kal. A székesfehérvári törvényszék bíróságain összesen 8 olyan tárgyalóterem működik, amely alkalmas a táv meghallgatásra. Ezeket napi szinten használják, így csökken az előállítások száma és hamarabb születhet ítélet egy-egy ügyben. A táv meghallgatások továbbra is rendkívül népszerűek, mindegyik ilyen módon kialakított tárgyaló gyakorlatilag napi használatban van. A vármegyében összesen 8 olyan tárgyalóterem van, amely alkalmas távmeghallgatás tartására, 5 Székesfehérváron, 1 Bicskén, 1 Dunaújvárosban és 1 Sárbogárdon. És ez számokban mit jelentett? A székesfehérvári törvényszéken 2023-ban 1420 távmeghallgatást tartottak. 2023-ban az összes befejezett peres ügy több mint 90%-a első fokon egy éven belül befejeződött. A folyamatban maradt ügyek száma 8,8%-kal csökkent 2022-höz képest.